Korábban többen is felvetettétek, hogy legyenek olyan videók, amelyekben azt vizsgálom, hogy milyen a hőtartó képessége a vályogházaknak, és mennyire jó ezekben télen, illetve nyáron élni, és hogyan változik a hőmérséklete. Így hát most egy ilyen videó következik. November közepe van, úgyhogy most már tartósan fagypont alatt vannak reggelente a hőmérsékletek, kint olyan -3-4 fok van jelenleg is, most már azért elkezdett fölmelegedni a levegő, de majd meglátjátok, hogy mekkora különbségek vannak azon az oldalon, ahol a napsütés éri a házat, és azon az oldalon, az északi oldalon, ahol pedig egyáltalán nem. Nézzük meg először a benti falak hőmérsékletét, ehhez most egy infrahőmérőt fogok használni. Ugye jól látszik itt is, hogy 20 Celsius fokot mutat a levegő hőmérsékletére ez a hőmérő. Nézzük, hogy a fal hőmérséklete milyen. Ez is 20 Celsius fok. Ez a falazat mézfestékkel van ellátva, és vályogvakolattal, valamint vályogtégla van mögötte, 65 cm szélességben. Nézzük a konyhát. Itt jól látszik, hogy 18 fokos a falhőmérséklete. Ezt a konyhát annyira nem szoktuk fűteni, ennek ez az oka, tehát itt 19 fok van jelenleg. Úgyhogy ez a hőmérséklet különbség ennek köszönhető. Majd ezt is megvizsgáljuk, hogy hátul vajon jelentkezik-e ez a hőmérsékletbeli különbség, vagy sem. Ez is vályogvakolattal van ellátva, és mézfestékkel van lefestve. Nézzük ezt a szobát, ugye ez a gyermekszobának a falazata, erről beszéltem korábban, hogy ez egy vékony csemperagasztó rétegbe húzott rabichálóval van lekezelve, illetve lefedve, és mézfestékkel van lefestve, de természetesen alatta megmaradt a korábbi vályogvakolat is. Ez 19,5 Celsius fokos. Itt a szobában 20 fok fölött van a hőmérséklet, és ez a különbség annak köszönhető, hogy emiatt a háló és a csemperagasztó réteg miatt nedvesebbek a vályog téglák mögötte. Ezt majd egyébként kívül is megfigyelhetjük, hogy itt ezen a részen ki fel van púposodva és el van válva a vakolat. A faltó pont a téglák nedvessége miatt, és bizony ekkora különbséget okoz, hogy közel 1 Celsius foknyi különbség van, ilyen külső hőmérsékletben 0 és -5 fok közötti hőmérsékletnél már. Most pedig a hátsó épületet fogom vizsgálni, amit egy multifunkciós helyiségként használunk. Ugye itt jelenleg 19 Celsius fok van a hőmérő szerint, ennyi a levegő hőmérséklete. Nézzük meg a falazatot. És itt következik a fekete leves és az első megdöbbentő adatok. 15,5 Celsius fokot mutat a hőmérő kijelzője a fal hőmérsékletére. Ez az az ominózus falazat, amiről már korábban beszéltem, hogy itt hallgattam a kőművesre, és nem vályogvakolat került vissza ide a vályogtéglára, hanem sajnos cementes, meszes vakolatot tettünk fel. Ráadásul egy olyan 4-5 cm vastagságot is elér egyes helyeken, de minimum egy másfél-1 cm vastagságú. Hozzá kell tennem viszont, hogy nem mindenütt került le róla a vályogvakolat, tehát sok helyen a vályogvakolat is alatta van. Ez viszont egy kb. 50 cm-es vályogfal, tehát jól látszik a különbség a hőszigetelő képességben, hogy bizony a vályog vastagsága az nagy mértékben kihat arra, hogy milyen lesz a hőszigetelő képessége. Az 50 cm az bizony már nem elegendő. Jelenleg 1,6 Celsius fok a talajhőmérséklete. Ugye most már azért 9 óra van, tehát volt ideje fölmelegedni a talajnak itt a déli oldalon. És most nézzük a falazat déli oldalát. Ez a melléképület falazata 0,2 Celsius fok. Nézzük a melléképület egy rejtettebb zugát, itt -1,4 fokos. Tehát itt nyilván nem tudott még fölmelegedni a szórt napsütéstől. Most pedig következzen az 50 cm vastagságú melléképület fala hátulról, tehát az északi oldalról. Jól látszik a különbség, -2,5 Celsius fok. Itt vagyunk körülbelül a gyermekszobánál, ugye ahol egy kicsit alacsonyabb volt a fal hőmérséklete. Jól látszik, hogy -5,5 Celsius fokos a fal hőmérséklete. Tegyünk egy próbát, hogy magára a téglára mérünk. Érdekes eredmény, hogy körülbelül fél fok eltérés van. Menjünk tovább. Itt most körülbelül a konyha magasságában járhatunk. Itt -5,5 fok. Menjünk tovább. -5,5
5,7, 5,8, 5,9, mínusz 6,2. Most jutottunk el a hálószobához, ahol minden rendben van. Tehát itt földpadlóval rendelkezik ez a helyiség. Itt vályogvakolatot tartalmaz és mézfestéket. És jól látszik, hogy mínusz 6,5 Celsius fokos a fal hőmérséklete, tehát jóval kevesebb, jóval alacsonyabb, mint máshol, tehát nem engedi át a belső hőt ide kiszivárogni. Ugye jól látszik, hogy jó néhány foknyi különbség volt azok között a falazatok között, ami például a gyermekszobában van, tehát ott egy csemperagasztós lerabichálózott réteg van rajta, és ez már bizony azt eredményezte, hogy jobban átereszti a belső meleget a fal, hiszen sokkal magasabb a hőmérséklete, mint ennek a fal felületnek. Ugye jól látszik, hogy itt a hálószoba részen, ahol bizony földpadlóval rendelkezik, ott vályogvakolattal van elkészítve továbbra is, és mézfesték található rajta, tehát itt tökéletes a hőszigetelő képessége a többihez képest, tehát jobb a hőszigetelő képessége. Azt gondolom, nincs szükség bonyolult matematikai műveletekre ahhoz, hogy belássuk józan paraszti ésszel is, hogy bizony mik az összefüggések a vályogfalazatok között, és mik a különbségek a különböző technológiák között. Ahol a hagyományos technológiát megőrizték, és bizony vályogfal, vályogvakolattal és mézfestékkel van ellátva, és a talajt is meghagyták hagyományosan a döngölt földként, ott bizony sokkal jobb a hőszigetelő képessége a falazatnak, hiszen jóval kisebb a nedvességtartalma és a vályogtégláknak. Azt is észrevehettük, hogy bizony a 65 centiméteres falazatnak, annak jóval jobb a hőszigetelő képessége, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy az ideális vályogfal az 65-70 cm szélességű. Ugye jól látszott, hogy ott, ahol bizony csak 50 cm volt, vagy 55 cm, mert pontosan nem emlékszem, hogy a melléképületünk milyen falvastagságú, de az is jól látszik, hogy egy olyan 10 centiméterről beszélünk, vagy maximum 15 cm különbségről, és bizony jelentős volt, tehát közel 520 fok volt a különbség hőmérsékletben már. Ugye azért jelentős volt a különbség, mert itt ennél a falnál még belül 20 Celsius fokot mértünk, odakint pedig, ha jól emlékszem, akkor ilyen mínusz 5 és mínusz 6 Celsius fok között volt a hőmérséklet. Tehát az azt jelenti, hogy a különbség az bizony 25 Celsius fok. Azért az azt gondolom, hogy óriási eltérés. És azt is jól lehetett látni, hogy bizony a külső falazaton nem igazán jelent meg hőmérséklet különbség mérhető formában, olyan körülbelül olyan fél Celsius fok, tehát 0,5 fok Celsius volt az a különbség, amit a falazaton mérhettünk, és amit a talaj hőmérsékletén lehetett mérni. Jól látszott ott is a különbség, hogy ahol a gyermekszobában rabicháló és csemperagasztó került a falazatra, ott is volt körülbelül egy olyan 1 Celsius foknyi különbség, hogyha jól emlékszem. Sőt, talán még magasabb is volt ez az eltérés. Még ugye itt a melléképület falazatán, ott ugye mínusz 3 fok Celsius volt a hőmérséklet, ami ugye közel 3 Celsius fokkal magasabb érték, mint ami a jól szigetelt vályogfalazatnál volt mérhető. Jól látszik, hogy még nem is köszöntöttek be a nagy mínuszok és a nagyon kemény tél, viszont már most érezhető egyébként odabent is, tehát érzetre is, amikor éljük a mindennapi életünket ezekben a szobákban, már ott is észrevesszük ezeket a különbségeket. Tehát nyilvánvalóan érezhető, hogy a legmelegebb az a hálószobában van, következik utána a konyha, a gyermekszobában annyira nem érzékelhető, tehát ott túl méretezve a radiátor, ezért ezt kompenzálja, ezt a hőmérséklet különbséget, viszont a hátsó melléképületben, kialakított dolgozószobában, ott viszont nagyon észre lehet venni, tehát ott kisegítő fűtésre van szükség, ugye egy infralábmelegítő is be van téve oda, valamint rá kell segíteni, akár néha elektromos fűtőventilátorral is, hogy ott egy élhető és egy 20 fok fölötti hőmérsékletet lehessen tartani. Ez a videó csak egy kivonata annak a tesztsorozatnak, amit végezni fogok az idén télen ennél a háznál, és a mérési eredményeket összegezni fogom, és ezt a zárt csatornámon, illetve a zárt közösségben fogom megosztani.
Hamarosan hírt kaptok majd róla, hogy ez milyen formában lesz elérhető, és ott rengeteg olyan videó lesz, amiben nagyon részletesen el fogok mondani minden tapasztalatomat, és egyes műveleteket, mint például a vakolás, a meszelés, glettelés, drénkavicsozás, stb. Ezeket ott sokkal részletesebben megtaláljátok majd. Természetesen addig is, amíg ez az árt oldal el nem készül, illetve ki nem találjuk, hogy ez hogyan tudna jól működni, addig is van lehetőségetek arra, hogy találkozzatok velem, és megbeszéljük az egyedi megoldásokat a ti saját házatoknál. Javaslom, hogy keressetek meg az elérhetőségeimen, akár telefonon, akár e-mailben. Ott megbeszélhetünk egy időpontot, hogy mikor tudok elmenni hozzátok, és ott a ti saját házatoknál meg tudjuk beszélni, hogy milyen lehetőségeitek vannak, illetve hogy milyen állapotban van. Nem győzem hangsúlyozni, hogy csak is a videóim alapján semmiképpen se kezdjetek bele a betonszélét felvésni, drénkavicsnak kavicságyat ásni, leverni a vakolatot, és a többi, hiszen mindig egyedi megoldásokat kell találni az egyedi problémákra. Nem jelent mindenhol egy általános megoldást az, ami a videóimban elhangzik.